Szerencsére én ott vagyok, abban a kerületben vagyok önkormányzati képviselő, ahol ő lakik, úgyhogy mindenképp elő fogom terjeszteni a Szociális Bizottság ülésén, hogy a hátrányos helyzetűeknek járó támogatásból a miniszterelnök úr is részesüljön. Nyilván annyiban azért aggasztó a dolog, hogyha valaki a saját háztartásán belül egy ilyen viszonylag nagy jövedelem ellenére szemlátom estére rosszul gazdálkodik a pénzzel, akkor nem biztos, hogy a ország pénzügyét jól tudja irányítani.